Lengyelország, boszniai Sóbánya, Krakkótól 40 kilométerre keletre található. 1248-ban jött létre, 250 méter mélyen található, az UNESCO világörökség része. Mára már csak turisztikai látványosság, és mint láthatjátok, egy föld alatti kisvasút is hozzájárul, hogy visszahozza az egykori Sóbánya életét, mindennapjait. A közlekedő folyosó egyébként 4,5 km hosszan található, bár ez a kisvasút egy ilyen másfél kilométert tesz meg, mi velünk turistákkal kb. Ilyen 5 perces utat képzelhetünk el, de látni is fogjátok. Vezetett túrák vannak egyébként ide, angolul és lengyelül tudnak beszélni. Magyar szála is felfedezhető ennek a bányának. A Jagelló családra megidézve az egykori nagy-nagy Magyarországot. A föld mélyén egyébként egy szabadidő központ is található, lehet ráfogni legalábbis. Kosárlabda pálya, focipálya, ez így együtt. Van itt pingpongasztal, vannak éttermek. Ez egyébként egy ilyen csarnokszerűt kell elképzelni, csak modern változatban kialakítva. Lehet itt egyébként aludni is, a sónak a jótékonysági hatására gondolva, terápiás céllal. Mint látni fogjátok, egy kis templom, egy szentély is található a bányában. Mesélve ezt az otthoniaknak, kissé morbid megjegyzése volt egy illetőnek, azt mondta, hogy ha legalább beomlik a bánya, lesz hol imádkoznunk. Nyilván a bánya nagyon biztonságos, vannak bizonyos biztonsági lépések. Egyébként egy 2-3 óra hossza egy ilyen csoportos vezetés, ami igazából nagyon megéri, hiszen vannak részek, amik bemutatják a bányának a elejétől mostansági történetét a modern technika segítségével. 8000 forinttól indulnak ide a jegyárak, nyilván vannak csomagok, ahogy említettem, az ágyakat is, hogy lehet itt aludni, pihenni. Nyári időszakban ide nagyon kellemes lejönni. Igazából javasolt egy vékonyka kulcs is. Bár így végigjárva az egész bányát, kilométereket, így azt lehet mondani, hogy a végére melegünk is lett. Búcsúzóul egyébként mindenki kapott egy ökölnyi sót, darabot. Én köszönöm a figyelmeteket, legyetek jók, szép napot, szép estét, sziasztok!